jön egy olyan privát üzenet, ahol van egy ilyen saját tapasztalat gyűjtés, és azt osztotta meg velem egy motoros. Szia, most néztem a Visszapillantó 14. adását, ez a Sláger Rádió csinált velem egy interjút a YouTube csatornájukra, arra gondol itt. Elsősorban köszönöm, sokat nem akarok az idődből rabolni, ezért belevágok. Voltam képzésen nálad, követtem kezdettől fogva a csatornát, mertem és kényszerítettem magam, hogy a jó tanácsaidat megfogadjam. Jó motoros sose leszek, de tudatos 4 év alatt azt gondolom sikerült lennem, neked köszönhetően. Kezdetben nagyon ráfügtem minden szavadra és jól is tettem a lépcsőn. A lépcsőm 100 ló áttételezve, aztán 160 ló áttételezve, aztán 123 ló Triumph 765 RS, neked köszönhetem. Most megtaláltam az enyémet, tudásomhoz mértem. Gondoltam, közlöm, hogy van még olyan, és most bocsánat, hülye gyerek, mint te, túl erős motor, megtörténik a baj, mint nálam. Na most ez a mondat egy kicsit félrecsúszott, tehát ez nagyon nehéz. Ezt felolvasom úgy, ahogy le van írva, aztán majd kihámozzuk belőle, hogy mi volt a gondolat. Gondoltam, közlöm neked, hogy van még olyan, és most bocsánat, hülye gyerek, mint te, túl erős motor, megtörténik a baj, mint nálam, és nálad okozó voltam, mint te, 23 évesen, mint te. Értem nagyjából, tehát akkor fölült erős motor, és volt baj. De ma már teljes biztonsággal merek útnak indulni úgy, hogy teszem hozzá, megyek, mint egy fasz, de csak ha lehet. Gondolom, itt a megyek, mint egy fasz, ez, hogy gyorsan mész, gondolom. És neked köszönhetően nem játszok alkalomról alkalomra az életemmel, úgyhogy ahogy kezdem, úgy zárom, köszönöm. Van értelme nagyon is sok annak, amit csinálsz értünk, és ahogy mondom, tudatosabb motoros lettem általad, sokszor döglöttem volna meg, ha nem megyek képzésekre, többek között a tiédre. Köszönöm a visszajelzést. Hát az ilyen, hogy az ember sokszor rájön arra, hogy egy időben mindenki beleesik abba, vagy legalábbis nagyon sok motoros, hogy folyamatosan csak a legtöbb lóerő az, ami megfelel. Persze ennek van egy rohadt jó feelingje, mert a legtöbb lóerős motorok az mindig olyan irdatlan gyorsulásra képesek, hogy az olyan adrenalint tud okozni, és ezért ugye veszi mindenki a nagy köpcentis motorokat, csak hát utána rájössz arra, hogy ott a féktáv, ott a kanyar, jön a probléma, jön a megcsúszás kigyorsításkor, főleg olyan motoroknál nincsen kipörgésgátló, még stb. Stb. Tehát ahhoz, hogy valaki 160-200 lóerős motort valóban jól le tudjon kezelni, élvezetet mindenkinek okoz, akinek a tudása nem éri el a motornak az egy ötödét, annak is fog élvezetet okozni, csak a rizikófaktor mindig nagyobb lesz, hogy nem tudja, hogy a bevállalás határ az a saját tudásának a határa alatt vagy fölött van. És az majd általában kiderül. Az vagy a kórházba, vagy a koporsóba, vagy szerencsével jó esti sörözés, röhögés közben, hogy na ezt megúsztam. Ezt ugye előre soha nem lehet tudni. És hát igen, ezen nagyjából mindenki, én legalábbis én túlestem ezen a történeten. Nagyon sokan kérdezik tőlem, mert én az életemnek még mindig azt mondom, visszamenek a évekbe, kiszámolom a motoros éveimet, akkor még mindig a 3/4-nél többet 180-200 lóerős sportmotorokon ültem, most meg igazából már nagyon nem ülök föl sportmotorra. Nem azért, mert nem szeretném, meg nem azért, mert nem okoz adrenalint és nem vágyom rá, hanem tudom azt, hogy mindig csak belevinne a tutiba. Mindig belevinne. Ezért most már ez a 100-130 lóerő között én így elboklászok, és azt mondom, hogy legalább nem meg akkor a végsebességet, legalább nem húzom föl az elejét 180-na egy kerékre, stb. Stb. És igazából itt tartom magam kordába, hogy nem ülök fel olyan motorra, ami annyit tudna, amennyit én szeretek használni. És kisebb kategóriával motorozok. Nyilván ezt mindenki el tudja dönteni, hogy sok olyan motoros van, aki, amit mondtam, a tudásához képest sokkal nagyobb lóerőn ül, és nagyon sok olyan van, aki egy kategóriával, mint a srác is visszaülve, rájött, hogy az az ő kategória, az a motorja, és a rohadt jó érzés igazából, amikor azt mondod, hogy igen, ki tudok motorozni 120 lóerőt, és a 120 lóerővel lehet, hogy elvered egyébként a 180 lóerős motorokat. Nyilván nem autópályán egyenesben, hanem akkor, ahol igazából ki kell használni egy motort, és ki lehet használni egy motort, és sokan nem is értik ezt, hogy lehet egy kisebb motorra megverni egy nagyot, nagyon könnyen. Úgyhogy könnyebben kezelhető, könnyebb a súlya, és igazából maga a nagy lóerő egy motornál a légellenes leküzdéséhez kell. Tehát ahhoz, hogy mondjuk valaki menjen 200-at, ahhoz ma már elég 70 lóerő. Ahhoz, hogy mennyi 300-at, ahhoz nem elég 110 lóerő. Ahhoz kell 180-200 lóerő, mert ott 220-30-40-es tempó fölött azt a szelet, amibe beleütközik a motor, azt le kell tudni győzni, hogy ott is elgyorsuljon odáig, és tartani is tudja azt a tempót. Úgyhogy igazából a nagy lóerő a nagy tempó végsebesség eléréséhez kell. Most már a motorépítési módokkal már megoldották a gyártók. Egy henger, sor 2, V2, hogy akkor érdetlen nyomatékot kapsz, hogy nagyjából mondjuk ilyen 100-140-es gyorsulásra lehet, hogy nagyon nagy különbség nincs is egy
80-100 lóerős, meg egy 150-170 lóerős motor között. Hát a 170 lóerős az majd egy 120-tól így elköszön, így elmegy. De egész addig kurva nagy gyorsulásokat tudnak a kisebb teljesítményű köpcenti és lóerős motorok. Úgyhogy igen, van ilyen. Képzésekre meg menjetek, meg gyertek. Gyakoroljatok, aztán minden tuti lesz.